Bár jelenleg a magyar mezőgazdaság fejlődési üteme az egyik leggyorsabb az EU-ban, 2020-tól szűkülhetnek a lehetőségek az agráriumban. A következő uniós ciklusban ugyanis kevesebb pénz juthat az ágazatnak, amennyiben elfogadják az Európai Bizottság terveit. Magyarország jelenleg 17%-kal egészíti ki az uniós forrásokat, de cél, hogy ez a szám 30%-ra emelkedjen, így hazánk az EU-s pénzek megvágásával is tarthatná ezt a szintet. Olyan kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, főleg azok a megyék, ahol ilyen arányú a zöldséggyümölcs termesztés, vagy tehetjük hozzá a dohányt is, itt, hogy egy támogatás nélkül nem tudja elviselni ez az ágazat, ezért létfontosságú ez. Ha pedig arra gondolunk, hogy egy bizonyos területen nekünk még többet kellene a népességi arány növekedése miatt termelni, akkor itt beruházni kellene, öntözésfejlesztés kellene, technológiai váltás kellene, az elképzelhetetlenség egy olyan ágazatban, ahol már hónapra élnek a gazdálkodók. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara petícióval nyilvánítja ki álláspontját a támogatások csökkentése ellen, ezt május 3-áig lehet aláírni. Egyénben egy hét alatt több mint 4000-en csatlakoztak, országosan pedig már 18 000 felett jár a szignók száma. A cél, hogy közösen védjék meg a magyar gazdákat, illetve a hazai és az európai agrárgazdaságot. A tájékoztatón az almahelyzetről is szó esett. Itthon 100 000 tonnával több van a gyümölcsből betárolva, mint amennyi a hazai szükséglet. Nagyon nehéz ezzel most a piacon helyet találni ennek a gyümölcsnek, mivel egész Európában túltermelés volt maga az alma gyümölcsből. Ugye megpróbálná így az Agrárkamara ezt egy szociális programon keresztül maga a családoknak szétosztani ezt a gyümölcsöt, hogy ebbe kérnénk a kormány segítségét. Kidolgoztunk egy olyan programot, hogy akár húsvétre vagy azelőtt egy ilyen 5-6 kilós csomagokba tudnák a rászoruló családokat és minden családot ilyenkor tavasszal friss gyümölcshöz juttatni. A kamara célja a feldolgozó kapacitás növelése. A tervek között szerepel egy zöldséggyümölcs feldolgozó üzem létesítése is a megyében egy zöldmezős beruházás keretében. Ennek helye még nincs meg, de mindenképpen olyan helyszínt keresnek, ahol a későbbi bővítésre is lehetőség lenne. Egyúttal 5-6 felvásárlóközpontot is létrehoznának, innen történne a beszállítás a feldolgozóba.